Dr. Nagy Molnár Miklóssal, a Györffy István Nagykun Múzeum igazgatójával a laktanyában beszélgettünk, hiszen ide költöztették át tárgyaikat a Rónai Malomból. Mint a szakember elmondta, amint kitavaszodik, minden áthozott tárgyat fertőtlenítenek, konzerválnak, megnézik, milyen beavatkozásra van szükség. Sikerült áthozni ide az anyagot, amit addigra ezt a helyiséget, illetve ezt a szintet, egy századszint, egykori századszint, ezt kialakították a raktár helyiségnek. Ez azt jelenti, hogy ugye fel kellett újítani, hiszen régóta itt állt üresen az épület, víz, villanyvezetéket fel kellett újítani, és akkor mi most áthoztuk a műtárgyainkat, közel 8000 darabot, amely most várja a sorsát. A sorsa pedig a következő, hogy amint egy kicsit kitavaszodik jobban, akkor egyrészt fertőtlenítünk minden tárgyat, hiszen minden fa eszköz, fatárgy nagy része legalábbis szúvas, tehát a szútlanítást meg kell oldani. Egyrészt fertőtlenítünk, másrészt végig tisztítjuk, hiszen a költözködés közben porossá váltak a tárgyaink. Lemossuk őket, tehát elsődleges konzerválásnak a műveletét fogjuk végrehajtani, amit egyébként a műtárgy gyűjteménybe való kerülésének az elsődleges feladata, hogy az elsődleges konzerválás, hogy azt jelenti, hogy megtisztítjuk a tárgyat, megnézzük, hogy hogy néz ki, és milyen beavatkozásra van szükség, restaurálásra vagy más egyébre. A 8000 tárgy pályázatból vásárolt polcokra kerül. Előtte elvégzik egyenként a leltározás pontosítását, felmérik az adott tárgy állapotát is, mielőtt végleges helyére kerül. Folyamatosan ezzel, ahogy pakoljuk ki a tárgyakat a csomagolóanyagból, felrakjuk a dexionsalgó polcokra, amelyeket most szereztünk be egy pályázatnak megfelelően pályázati pénzből, és bepolcoztuk a helyiségeinket. Tulajdonképpen az összes beleltározott tárgyat kézbe fogjuk venni. Ez arra is jó, hogy az 5 évenként kötelező revíziót is elvégezzük. Tehát fölírjuk a tárgya leltári számát, összehasonlítjuk a leltárkönyvbe, hogy mi szerepel, mi a tárgy állapota, változott-e az elmúlt állapota, tehát hogy az épp tárgy nem tört el, és akkor utána szándékaink szerint a végleges helyére kerül a polcra, amelynek ugye az a lényege, hogyha én bejövök a raktárba, bejövök a helyiségbe, tudom, hogy hol van a kerámia, akkor ott tudom, hogy mit keresek, megnézem a helyiség leltárba, hogy melyik polcon hanyadik tárgyként kell annak a kerámiának lenni. Lesz külön bútor, kerámia raktár, a gyékény és egyéb tárgyak is más-más terembe kerülnek. Lesz egy külön helyiség lemezszekrénnyel, abba kerülnek a textilek állapotuk megőrzése érdekében. Ez a helyiség, ahol most itt állunk, ez kevés dexionsalgó polccal van ellátva, de nem is fogjuk mindet behasználni, hiszen ez mögöttem is látható, itt lesznek a nagyobb bútorok. Már láthatók az ágyaknak a végei, meg az ágyaknak a darabjai, tehát tulajdonképpen ez lesz a bútorraktár. Mellettünk lesz egy kerámia raktár, az de teljesen be van polcozva, mellette, illetve velünk szemben pedig egy másik teljesen bepolcozott raktárhelyiség, abban pedig a gyékény és egyéb tárgyak kerülnek elhelyezésre. A bejáratnál van egy helyiség, ott a két lemezszekrény található, ez szintén ezen a pályázati pénzen vásároltuk, abba fognak kerülni a textileink, hiszen az tökéletes megoldás lesz a textil tárolására. Ugye ez az előírás, hogy olyan helyet kell biztosítani, egyrészt a fatárgyaknak, másrészt a textil tárgyaknak, hogy ne fertőződjenek, illetve ne romoljon az állapotuk tovább. Tehát a fatárgyakat olyan polcra kell tenni, ami nem bocsájt ki gőzt, enyvet és ilyesmit, tehát ezért nem jó a fapolc. A textileknél pedig savmentes papír, ami szintén nem bocsájt ki semmi káros anyagot, arra tesszük a textileket szépen sorjában.
a fémtárgyakat is lekezelik. Az a cél, hogy egy olyan raktárt alakítsanak ki, hogy minden terem, minden polcán a keresett tárgyat azonnal meg lehessen találni. Ez azért fontos, hiszen most még megvannak a tárgyak, de 100 év múlva is kellene, hogyha még lesz múzeum, és kevés koronavírus járvány és hasonló járvány lesz, akkor még 100 év múlva is szükség lesz ezekre a tárgyakra, hogy fel tudjuk mutatni, illetve utódaink fel tudják mutatni, hogy mi legyen. Tehát tulajdonképpen mi most a koronavírusnak ezt köszönhetjük, hogy bár a múzeum nincs nyitva, de a múzeum munkatársai mindannyian jönnek és itt pakolnak ki. Ez azonban még 2-3 évig eltart, mire eljutnak a 8000 tárgy átnézésére. Idén a kerámia tárgyak revíziója, polcra helyezése kitart, mondta a szakember.